Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetője elmondta, hogy az ukrán erők legalább 70 drónt használtak az orosz Rosztovi területen található Morozovszki légitámaszpont támadása során június 13-áról 14-ére virradó éjszaka. Budanov hozzátette továbbá, hogy a hadművelet Ukrajna területéről indult Dragon and Splash nevű drónokkal. A kárfelmérés jelenleg is zajlik, információra várnak a sérült vagy megsemmisült repülőgépek állapotáról.